Egy több mint 500 millió forintos Európai Uniós pályázatnak köszönhetően teljesen megújul a városközpont. A projekt bemutatására a napokban került sor a művelődési ház előtti közterületen, ahol a beruházás jelenlegi állását és a még hátralévő munkákat ismertették az önkormányzat munkatársai az érdeklődőkkel. A városközpontnak a megújítása, felújítása egy 602 millió forintos beruházás fejlesztés, amihez 480 millió forintot kaptunk az Európai Uniótól, és ezt egy 30 millió forintos hazai támogatással tudtuk kiegészíteni. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával zajlik ez a beruházás, amelynek több eleme, több része van. Az egyik és legnagyobb az a művelődési központnak a teljes körű felújítása, korszerűsítése és átalakítása, aminek az a célja, hogy korszerű és olcsón működtethető létesítményünk legyen, és olyan funkciókkal gazdagodjon, amik jól tudják szolgálni a nagyatádiakat. A meglévő helységek mellett a Városi Televízió szerkesztősége is a felújítás alatt álló művelődési házban kap helyet, valamint egy fiataloknak szolgáló külön épületrész is kialakításra kerül a beruházás során. A program másik részébe a művelődési ház mellett a vásárcsarnok és a piactér felújítása tartozik, melyeken már szintén dolgoznak a kivitelező cég munkatársai. A vásárcsarnokban egy korszerűsítést hajtunk végre, tetőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, hőszigeteléssel, hogy olcsóbban és korszerűbben üzemeltethető legyen, de természetesen az ottani feladatellátás korszerűsítése, komfortosítása is megvalósul, és a teljes piactérnek, a sétánynak a megújítása, új parkolók építése a Kolozsvári utcában ennek a programelemnek a része. A harmadik pedig a BMX pálya, extrém sportpálya létesítése a fiatalok számára, a gördeszkások, kerékpárosok számára. Ennek a komplex programnak a befejezésére csupán néhány hónapot kell várniuk a nagyatádiaknak. Ezeknek a programoknak a befejezési határideje szeptember 30-a. Úgy gondoljuk és azt látjuk most, hogy az őszi időszakban ezek a beruházások, ezek a fejlesztések elkészülnek és szolgálni fogják a nagyatádiakat. A Nagyatádi Városközpont több célú fejlesztése a közösség erősítés jegyében című projekt bemutatásán, a tervrajzok és látványtervek megtekintése mellett hasznos információkat is kaphattak azok, akik megjelentek a rendezvényen.